Az iskolai békétlenséget nem lehet rabszolgatörvénnyel, státusztörvénnyel rendezni. Az iskoláknak és a pedagógusoknak több pénz és több szabadság kell, állítja Hiller István. Közben Nahalka István oktatáskutató arról beszélt, hogy addig szűkült a tanárok mozgástere, hogy már a pedagógiai betanított munkások dolgoznak az iskolákban. Hiller Istvánt kérdezzük. Betanított munkások az iskolában. Kemény szavak, jó estét kívánok. Igaz, nem öntől származnak, hanem Nahalka Istvántól, de rá szoktunk figyelni, mert egy jeles oktatáskutató. Itt tartanánk? Én is szoktam figyelni a véleményére, a kutatásaira, és nem túlságosan ritka, hogy egyetértünk. Most például teljesen egyetértünk. Én azt látom, hogy koncepciótlanság van, hogy igazából nincsen elképzelésük arra, hogy mi legyen a magyar oktatással és ezen belül a közoktatással, és amikor beszélünk erről az úgynevezett státusztörvényről, hogy azok is, akik az oktatás ügyében kevésbé járatosak, bár ez most tényleg sok százezer magyar embert érint, ezek megszorítások. Ezek ráadásul nem anyagi értelemben megszorítások csak, hanem a szabadság. A tanári szabadság újabb megszorítása. És oda jött hozzám ma egy kedves ismerősöm, és azt kérdezte, hogy lesz-e ebből törvény, mert az ő kedvese, aki imád tanítani, az nem lesz tanár, hogyha ezt bevezetik. Sok ezer ilyen van, szerkesztő úr. Ez ma történt velem, és kétség kívül megérintett. Tudja, eszembe jut néha, amikor őszintén köszönöm, behívnak és lehetőséget adnak, hogy beszéljek többnyire oktatásról, hogy mi értelme van. Nem bejönni, nem elmondani, hanem az oktatásról úgy beszélni, hogy ott ülnek a kedves nézők, vacsoráznak, vagy a munkából hazajövve fáradtan pihennek, várják a esti beszélgetést otthon meg, hogy lefekszenek, és akkor jön a Hiller és beszél az oktatásról. Épp elég bajunk van. Az a helyzet, hogy arról szeretném őket a legnagyobb tisztelettel meggyőzni, hogy nekünk ez a jövő. Van, akiknek vannak óriási olajmezőik, másoknak meg mindenféle nemes ércük. Nekünk meg ez a tehetség van, a gyermekeink, a mindenkori generáció tehetsége, és nem elég ám ezzel csak akkor kérkedni, amikor megint egy magyar vagy magyar származású ember Nobel-díjat kap. Itt ezért, ha megengedik, akkor jövök és nyomom. Jó, hát azért hívjuk. Viszont a státusztörvényen túl van itt valami, ami nekem nagyon fura. Március 31-e volt a határideje annak, hogy a magyar kormánynak be kellett volna terjeszteni a parlament elé, és el kellett volna ott fogadni a pedagógus bérek folyamatos növelését célzó törvényt. Ami nem történt meg. Így van. Viszont 4 milliárddal kevesebbet rakott be az átdolgozott költségvetésbe a kormány az oktatás céljára. És nincs benne a költségvetésben a pedagógus béremelés. De most ha ezeket én összerakom, akkor itt a szándékok is furcsák, miközben a mondatok azok nagyon erőteljesek. Tehát elkötelezettek vagyunk, meg a baloldal, meg a... Igen. Na de hol van a mögöttes tartalom? Tehát először azért kell egy elképzelés, hogy tegyük föl, hogy van pénzünk, mit akarunk vele. Kettő, hogyha van elképzelésünk, tegyük föl, hogy megvan a politikai és gazdasági szándék arra, hogy azt a pénzt erre költsük, illetve most ez a brüsszeli dolog, hogy Brüsszel nem adja. Csak nagyon gyorsan, a státusztörvény dolgában. Én elgondolkodom, hogy ennek az egésznek mi is a célja? Mi is? Akkor, amikor egyébként is státusztörvény nélkül is millió probléma, már másfél-két éve diákok, szülők és pedagógusok tüntetnek, akkor ez nem egy tárgyalás technika? Azt elmondom mi. Ha el akarsz érni ötöt, először mondjál be tizet, és aztán visszalépsz ötöt, és azt úgy tűnik, hogy te engedtél, miközben elérted a célodat. Én azt látom, hogy itt történnek engedmények, de ez az egész számomra arról szól, hogy erről beszéljünk, hogy erről gondolkodjunk, hogy a tanárokat még jobban ez kösse le, hogy az jusson az eszükbe, hogy így érdemese, de kérem,
higgyék el, szakmailag ennek az égatta egy világon semmi relevanciája. De normál logika szerint sincs, tehát így is kérés a tanár, hogyha a tanár azon gondolkozik, hogy érdemes-e maradnia, amikor, az biztos nem amikor ez, a pályán. Amikor ez a törvény javaslat, még nem törvény, már előzetesen több ezer ember fejébe azt a kvázi döntést hozza, hogy akkor kilépek ebből a rendszerből, már hogy az oktatás rendszeréből, akkor azt kell mondjam önnek, hogy én sokkal inkább azt látom, hogy van részben a szakszervezetekkel való tárgyalás, már nem lehetett tartani, hogy nem tárgyalnak, azért ne felejtsük el, egy bő éven keresztül, másfél éven keresztül ők beszéltek, aztán nem hallgatta meg őket az éppen aktuális tárca vagy felelős államtitkárság. Most meg állandóan tárgyalnak, nagyszerű, és kaptak valamit, ma is hallom, hogy hát a kormány lényeg engedményeket tett. Amiből? Amiből? A fölöslegesből. Az egésznek szakmailag az ég adta egy világon semmi értelme nincsen. Azt is hallom egyébként, hogy a közeli hetekbe benyújtásra kerül a jövő évi költségvetés tervezete. Kérem, ne kérdezzék tőlem, hogy annak mi értelme van, hogy 2023. május-júniusában arról fog tárgyalni a Magyar Országgyűlés a kormány javaslatára, hogy 2024-ben milyen lesz a gazdaság, és ehhez képest ennek a mi országunknak milyen lesz a költségvetése, amikor két hónapra nem látunk előre, nem én, hanem akik hivatásszerűen gazdasággal foglalkoznak, de én azt hiszem, hogy az elkövetkező napokban, a nyár előtti időszakban jó néhány interjút fog ön csinálni olyanokkal és azokkal, akik ezt a költségvetést, tehát a 24-es költségvetést tárgyalják. Nagyon röviden egy utolsó kérdés, teljesen más ügyben. Budaházi Györgyről beszéltünk is az ő amnestiájáról az előző beszélgetésben. Igen. A jogász vendégekkel. Hát önnek van egy személyes tapasztalata az ő ügyükkel kapcsolatban. Igen. Egy átlukasztott, átlőtt zakó formájában. Mit gondol? Én ebben természetesen elfogult vagyok. Nekem belőttek a házamba. Átlőtték azt a szekrényt, amiben a feleségem kosztümjei voltak. A sajátos, tudja, amikor egy rendőrtiszt egyenként veszi elő a szekrényből a szerette kosztümjeit, amit itt hátoldalon, mint egy közepes hollywoodi filmbe átütött egy golyó. Ezért tőlem elfogulatlan véleményt ne várjanak. De véleményem van. Ez terrorcselekmény volt. Aki terrorcselekményt követel, az meg terrorista. Én a szemébe mondtam. A bíróságon láttam életemben először. Kétszer, mert kétszer voltam a bíróságon, különböző ügyekben. Terrorcselekmény az én politikai felfogásom szerint, és aki terrorcselekményt követel, az terrorista. És mivel én latin szakos tanár vagyok, a terror szó az azt jelenti latinul, hogy félelem. Ezek az emberek azt akarták, hogy én politikai értelemben a társaimmal együtt féljek. Ez több mint egy évtizede, majdnem másfél évtizede volt, amint látja, itt ülök, és a meggyőződésem ugyanolyan erős, talán még erősebb, mint annak idején. Az elnök asszony véleményét jogi értelemben fölösleges nekem minősítenem, hiszen olyan, hogy elnöki kegyelem létezik. De a következményén érdemes mindannyiunknak elgondolkodni. Őszintén remélem, hogy másnak, akár az én oldalomhoz tartozónak, akár a kormány oldalhoz tartozó embernek, mondom embernek, nem kell azzal megküzdeni, amivel én, illetve mi megküzdöttünk. De vajon milyen hatással van egy leendő, őszintén remélem nem lesz ilyen, leendő elkövetőre, hogyha azt látja, hogy azok, akik terroristák és terrorcselekményt követtek el, azok kegyelmet kaptak. Hidler István, köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. We'll be right back.